Ez a történet is csak úgy kezdődött, ahogyan a hasonló történetek kezdődni szoktak. Öcsém megkeresett abban az ügyben, hogy még nem járt az Alpokban kerékpárral. Főleg nem 2000 méter felett. Azt mondtam, rendben. Gondolkodóba estem, mi is legyen a cél. Mangart, Timmelsjoch, Stelvio, Svájc, Dolomitok. Mangart. A júliai Alpok közel is van, monumentális is egyben. Kezdésnek jó lesz ez. Következő kis történet egy első Alpok túra történetét meséli el. Nem célja a részletekbe menő ismeretterjesztés, nem törekszik teljességre. Amolyan rövid összefoglaló csupán. Fogadjátok, szeretettel! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Kustánszegről, itt a Kustánszegi tó. Itt aludtunk Csabával a helyi kempingben, a Göcsei Völgye kemping, ami egyébként az egyik legszimpatikusabb kemping, ahol valaha voltam Magyarországon. Sőt, nagyon szuper kemping. És innen indulunk el. Hogy hova indulunk el, ez egy jó kérdés. Valójában adja magát Szlovénia. Hogy azon belül pontosan hogy és mint lesznek a dolgok, ezt majd úgy is elmondom később. Nagy vonalakban annyit érdemes megjegyezni, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, ez a világ legnagyobb szívása lesz ez a túra. Túra első kilométerei Göcsejben, Göcsej dombvidékén, a legmagasabb csúcsok 300 méteresek körülbelül. Hát adja magát a kérdés, hogy miért is mondtam, hogy akkora szívás. Nos, az időjárás az nem nekünk fog kedvezni, de ez enyhe kifejezés. Előrejelzés szerint a viharok egymást fogják érni az elkövetkezendő körülbelül 10 napban. Mi túránk az olyan 5-7 napos lesz, szóval bőven benne vagyunk ebben az időintervallumban. Épp most beszéltük Csabával, hogy az a szürke felhősáv, az reméljük nem a közelgő viharzóna, mert egyébként van rá esély. Kicsit kellett csak a főúton tekernünk, most már Csesztrek felé lekanyarodtunk, 86-os főút persze, és nagyon közel van már a határ. Talán Csesztrek lesz az utolsó hely, ahol tudunk forinttal fizetni, boltba vagy kocsmába, majd meglátjuk. Meg is álltunk néhány percre, de csak innivalót vettünk, és akkor itt nagyjából be is kell mutatni a túra résztvevőit, Csaba. Sziasztok. És persze én. És akkor folytatjuk is, irány Szlovénia. Elhagytuk nemes népet, pillanatokon belül a szlovén határnál leszünk.
néhány kisebb emelkedő leküzdése vár itt ránk, aztán a muravidéki síkon suhanhatunk. Egyelőre még nincs kiadva a vihar jelzés. Reméljük, hogy még egy-két óra szünet lesz. Meg is érkeztünk a szlovén határhoz. Itt keltem át a Transeurópa 2-n, visszafelé Magyarországra. Csaba szeretne lőni egy képet, ezt megvárjuk. Na, immáron Szlovéniában, Turnišče után keresztezzük az autópályát. És első körben, ahogy az szokott máskor is a túráim során lenni, Jutomer a célpont. Egyelőre. Jutomerben vagyunk, a Jutomer-Mestó vasútállomásnál. Hát volt egy kis taktikázás, mert két vasútállomás is van Jutomerben. És az egyik a fő vasútállomás az, amit kevésbé használnak, mert az kint van a városon kívül. Ez a másik meg itt van a város mellett. Ez tulajdonképpen csak egy megálló. És akkor ugye a tervünk az volt, hogy itt felszállunk vonatra. Kicsit próbálunk az idővel sakkozni, hogy több idő jusson az inkább fontosabb részekre, amiket majd kifejtek később. És akkor most innen irány Ljubljana. És hogyha minden igaz, akkor Ljubljanából még Jezenice felé másik vonatot is megpróbálunk fogni. Szóval most ilyen vonatos kalandok jönnek, elvileg jönni fog ez a vonat, elvileg. Most itt ugye a Covid dolgok miatt ugye vannak kavarodások, de viharzónák megjelentek már a radaron, jönnek errefelé, meg mennek mindenfelé. Mindenhol viharok vannak, amerre megyünk, meg ahonnan jöttünk, most itt éppen nincsen, de már látszanak a kiemelkedő üllők a dombok mögött. Most egyelőre 35 fokos forróság van, ilyet is jósoltak, tehát nagy meleg és sok vihar. Reggeltől estig viharok, de szerencsével lehet őket persze kerülni. Most éppen meg kajálunk, Csaba vett hotdogot, én meg valami lekvárosat, pékségbe persze. És várjuk a vonatot. Onnan fogunk bejelentkezni majd. Nagy bőszen várunk a vonatra, itt a hőségben. Már késik. Oda jött egy fickó, nagyon kedves fickó, egy szlovénul próbálkozott, aztán átálltunk angolra, mondta, hogy hát most lát minket itt biciklivel, és attól fél, hogy ezen a vonaton nem lehet kerékpárt szállítani. És mondta neki, hogy megnéztem a neten, és akkor itt megnézett valami kiírást, és odajött, hogy de oké, igazunk van, tényleg lehet, csak sajnos ez egy ilyen nagyon régi vonat, és készüljünk, hogy nem lesz rajta légkondi, nagyon meleg lesz, meg lehet majd dögleni. Csaba reakciója, nem baj, magyarok vagyunk, hozzá vagyunk szokva. Mint ahogy a késéshez is, de most már kezd egy kicsit bosszantó lenni. Ott volt, láttad? Megyek előre. Fasz meg. Fasz ki van. Becsukódik. Gyere. Hol meg aztán üzés? Jövök. Vagyunk a vonaton, 55 percet késett, mint kiderült a határon volt valami, a magyarok magyar oldalon föltartóztatták a vonatot, valami okból nem tudjuk, de most már fönn vagyunk a vonaton, itt van egy bicikli szállító rész, meg itt van még egy másik is, tehát elég kultúráknak lehet nevezni. Most egyelőre nem akasztottuk fel a miénket, mert nagyon sok cucc van rajtunk. Ha ránk szólnak, akkor felakasztjuk. Hát most ez van. Egyelőre csak így leraktuk. Ha nem lesz nagy tumultus, akkor így marad.
Az elmúlt években nem csupán keresztül kasul bekerékpároztam Szlovéniát, hanem vonattal is számtalan helyre eljutottam ebben a parányi országban. Így ezen a vonalon is sokszor utaztam már korábban. Elhaladtunk a számomra már ismerős tájakon, megálltunk Tújban, majd Celjében is. Az eddig sem csúnya táj, ezután lett csak nagyon érdekes. A Szavinja völgyében Csaba egyre érdeklődőbben kezdett nézelődni. Megtekintettük a Laskó sörgyárat is. Zidani most után a vasút teljes egészében a Száva vadregényes völgyében fut. A hegyek egyre magasabbra emelkedtek körülöttünk, de a látványvilágot tekintve ez még csupán a bemelegítő volt. Nagy késéssel érkeztünk el végül Ljubljanába, azonban ez még korán sem a végcélunk volt. Nagy sokára Jesenicébe érkeztünk, Ljubljanán keresztül. Hát egy jó kis szolid egyórás késés, nem is értük el az eredeti vonatunkat, viszont amikor a kalóz megtudta, hogy Jesenicébe akarunk jönni, akkor előre sietett a peronon, és még azt a másik vonatot, amit szintén nem értünk volna el, azt végül elértük, mert visszatartották a vonatot. Úgyhogy most Jesenicén ráállunk a kerékpárútra, és igazából csak egy kemping keresés a következő napirendi pont. Megálltunk egy tus áruházba, hogy vegyünk innivalót, mert az elfogyott. Annyira forró volt a nap. És gondolom, mindenki vágja, hogy mi a probléma. Probléma a közelgő vihar. Ország megúszhatatlan. Sajnos. Most megkeressük a kerékpárutat, és aztán jöhet az ázás. Mellettünk a karavankák tömbje. Hátrafelé elég jól néz ki az ég, arrafelé mennek a viharok ugyanis, szemből pedig jön. Van a másik irányba is egy kemping, de összedugtuk a fejünket, hogy akkor visszafelé kéne menni, inkább bekockáztatjuk, hogy ázunk egyet. Nem is lett volna annyival sokkal közelebb, közelebb lett volna valamennyivel, de végül amellett döntöttünk, hogy előre felé megyünk. Tehát Kranjska Góra irányába. És útközben lesz egy kemping, azt megnéztük a neten. Jó, persze, ha már meg kell ázni, akkor inkább egy ilyen kerékpárúton történjen, mint az autók között. És ha megázunk, akkor sem biztos, hogy szarrá ázunk, lehet, hogy csak úgy kicsit megázunk. Na, következő helyzet. Kicsit tényleg megáztunk. Nem volt annyira vészes, olyan igazi alpesi, hegyi zápor kapott el minket, ami tartott egy órán keresztül, viszont elértük a kempinget, ahol igazából viszonylag minimálisan eláztatva a sátrat sikerült felállítani, tehát ugye a záporban elázott egy picit, de nem vészes. Itt már ki is pakoltunk, itt vannak a kerékpárok, van fóliánk, hogy letakarjuk, sátor alá is jutott fólia igazából, tehát semmi gáz nincsen. Csaba elment fürdeni, közben bedobtunk 3 sört is már. Csaba azt mondta, hogy annyira dehidratált, hogy neki egy nem elég. Hát mondom, akkor jó van, akkor ígyunk 3-at. Tehát itt nincs gond, gyerekek, semmi gond. Nagyon jó a kemping. Reggel megmutatjuk majd fényben is.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Itt most, hát ha nem is napfénynél, de világosban megmutatom akkor a sátrat. Itt táboroztunk. Egy nagyon jó kemping egyébként. És nagyon látszik, hogy a vírus hatása egyáltalán nem zsúfolt, alig van egy-két ember. Mutatom a virágzó ciklámeneket, tehát már augusztus van magas hegyvidéken. Ami azt jelenti, hogy a júliai Alpok és a karavankák lábánál vagyunk. Most egyelőre ettől a fától nem látszik, de mindjárt megmutatom a hegyeket is, amik picit felhőbe burkolóznak, de ez ilyen alacsony szintű felhőzet, a tegnapi esőnek a hatása. Egy picit ki fog tisztulni a viharok előtt, amik a pessimista honlap szerint 11-re már itt vannak, az optimista szerint dél és egy körül. Örülnénk az utóbbinak. És egyelőre összepakolunk, aztán valahol kávézunk, reggelizünk valamit, és aztán a Vrisics hágó következik. Több cucc tesztelése is zajlik jelen pillanatban. Az egyik legérdekesebb a Lidl Krivit márkájú ultrakönnyű hálózsákja, amit Csaba tesztel a túrán. Az első éjszaka milyen volt, Csaba? Bevált. Bevált? Meglátjuk a következő milyen lesz. Jó van. És ebben a pillanatban hagyjuk el a kempinget. Kemping Kamne. Nem is volt annyira rossz. Mint mondtam, picit felhőbe burkolóznak a hegyek. Ugye ez a klasszik magashegyi, alacsony szintű felhőzet. Tegnapi csapadékból. Egyébként az előbb sokkal jobb volt, nagy sziklatornyok látszottak, a júliai Alpok sziklatornyai. Most egy picit rosszabb, de majd talán megint lesz jobb. És akkor megyünk vissza a kerékpár útra, mert azt egy picit itt el kellett hagynunk. De ez néhány száz méter mindössze. Jobb oldalon a karavankák, bal oldalon a júliai Alpok. Hasítjuk az utat a kerékpár úton. Nem nagyon akarunk tökölni, de egy kávéra meg kellene állni. Na, meglátjuk. És akkor ide tartozik a túra története tulajdonképpen. Az adja az alapját, hogy a rekord döntés szükségessé vált, hiszen Csabának még mindig az Ucska Vojak a legmagasabb hegye, ahol volt kerékpárral, amiről már 6 évvel ezelőtt, hát igen, már 6 éve, akkor készült az a filmsorozat, és akkor másztuk meg, az 1370 körül volt, és akkor még ugye a hegycsúcsa fölgyalogoltunk 1401 méter, és tulajdonképpen ez a rekord döntési kísérlet Csabinak a legfontosabb terve. És akkor e köré fűztük fel a túrát, persze úgy, hogy lehetőleg legyen benne tengerpart is, mint ahogy a múltkori túrán is volt. Hát tulajdonképpen ez egy ilyen országút is, hát ugye látható is volt, mert azért az eddigi felvételeken, tehát országútikkal indultunk neki, ilyen kevésbé nézelődős, inkább tekerős túra, de nem úgy, hogy kihajtjuk a lelkünket azért, tehát megállunk, ha kell kávézni, megnézni valamit, hogyha látunk érdekes dolgokat. De elsősorban a tekerésért jöttünk. Tulajdonképpen Csaba első útja az Alpokba, ami nem teljesen igaz, mert a Mariborszko Pohorjén voltunk fönt 6 éve, és az ugye az Alpoknak a része, de olyan igazi Alpok tekerésben még nem volt része eddig. De most terveztük, hogy egy kávét mindenképpen betalunk Krajnszka Górában. Nagyon picit lifek csak a nyeregtáska, de most nagyon meg is van tömve, de egyébként nagyon stabilan áll. Német Topik márkájú.
középen KTM. Az egy olcsó, de eléggé jó kis vásztáska. Elő meg szintén egy topi kormánytáska van Csabinál. Abban csak a hálózsák van. Éppen nagyon frankó kilátásunk van Júliai Alpokra. Úgy nézem, nem csak Csaba állt meg fényképezni, hanem ott az országút is is. Ez elég komoly. Vannak hófoltak is szépe. Lassan-lassan Kranjska-gúrában vagyunk, ahol megindul majd az első hágómászás a Vrisicsre, ami egyből rekorddöntés lesz Csabinak. Ha minden jól megy, a viharokat már jelzi előre, méghozzá elég masszív viharokat. Hát versenyfutás az idővel. Meglátjuk. Kranjska-gúrában vagyunk. Ott szemben, abban a kávézóban kávéztunk. Nagyon jó volt a kávé. Kilátás az egyébként nagyon jó, bár nem tiszta, felhős. Ez van. Illetve ugyanabban a Mercatorban vásároltunk, ahol szoktam is. Összegyűjtjük a dolgokat, elpakoljuk, és aztán elindulunk. 9 óra 18 perc. Hát én úgy számoltam, hogy maximum 10-kor el kell kezdeni a mászást, hogyha meg akarjuk úszni az esőt, amit valószínűleg nem fogunk megúszni, de hogy elkerüljük a viharnak a magját, vagy a csúcsát, ahhoz el kell kezdeni maximum 10-kor, és ahhoz képest nagyon időben vagyunk. Milyen a fánk? Akartam venni két fánkot, de nem lehetett két fánkot venni, azt mondta, hogy 4-et kell venni minimum, és abból 2 ajándék. Szóval érdekes volt. De most van 4 fánkunk, és csak 2-t vettünk. Megkezdtük a mászást a Vrisicsre. Most 807 méteren vagyunk. Jó 800 méter szint. Ami nem vészes. Max 2 óra alatt meg lehet. Az időjárás mit tartogat, az a másik kérdés, de egyébként meg nagyon nem lesz gond. Most jó el vagyunk látva, innivalóval, ennivalóval, nem lehet gond, ez a része, csak csapkodó villámok között azért nem frankó, de megúszható. Jó hír, a Vrisics nyitva van. Benne volt a pakliba, hogy a heves viharok miatt történt esetleg valamiféle fennakadás, de egyelőre nem. Megálltunk egy kis pihenőre itt a tónál, csak fotózni, de most már nem nagyon akartunk időzni sokat. Hágó vár ránk, és ki tudja milyen időben. Hát, még az is lehet, hogy minden oké lesz. Komolyan elkezdődött a mászás, és most még csak durvul. 14%-os tábla. Érzem a 2 éves kihagyást. Csaba, mi a véleményed? Érzem. Én is. Én nem hagytam ki. Na, 900-on vagyunk. 1000 méter fölött, kicsivel 1047. Rendesen szerpentinezik. Mondjuk már sokszor megmutattam, azt hiszem két filmbe is a Vrisicset, de azt tudni kell, hogy bár többször is voltam fönn, de soha nem másztam meg az északi oldalról, erről az oldalról, úgyhogy ez most nekem is újdonság így mászva. Nagyon kemény. Csaba itt álmélkodik. Nem is csodálom. Első alpesi nagyhágónak a Vrisics, azt mondom, hogy nagyon ideális kezdet.
A Vrisicságó igen előkelő helyezést tudhat magáénak, ugyanis 1611 méterével a legmagasabb közúti hágó Szlovéniában. A hágó út amolyan ösvényformájában, vadászok és hegyi pásztorok előtt minden bizonnyal már az ókorban is ismert volt, hiszen a mai Trenta elszigetelt környékét északról csak így lehetett megközelíteni. Azonban az út megépítése egészen az első világháborúig váratott magára. Ekkor az Osztrák-Magyar Monarchia orosz hadifoglyai építették meg a járművek számára is járható hegyi utat, mert a monarchia leginkább csak ezen keresztül tudta utánpótlással ellátni az isonzói frontot. Hát az északi oldal is elég sportos, mondjuk nem is gondoltam, hogy nem. Fönn vagyunk 1200-on már. Oda nézzetek! Nem sokára 1400 méteren leszünk, és ez miért akkora extra? Hát nem az tulajdonképpen, de mégis. Mert 1400-nál Csaba megdönti minden eddigi biciklis magassági rekordját, és a fölött már minden magasság új magasság. Megkezdtük szintben az utolsó 100 métert. Az út néha nagyon csendes, percekig, aztán pedig van, hogy nagyon megélénkül, de nem vészes a helyzet. Hello. Nagyon kemény az északi oldalról ez a hágó, déliről is elég meredek. Megkockáztatom, hogy az északiról keményebb. 1566, teljesen célegyenesbe vagyunk. Hágón azért már jó nagy forgalom van. Minden mennyiségben autók. Itt a tábla. Fotózkodtunk egyet. Kicsit lejjebb megyünk a másik oldalon, aztán megnézzük, hogy mi a pálya. Mert itt már akarnak jönni fotózkodni a motorosok is. A másik oldal, megálltunk egy picit kilátni. Látható a hágó út. Ott kanyarog lefelé, ugye innen már többször jöttem föl. Nézzük épp Csabával a trekking útvonalakat. Mennek föl. Ezek ilyen magashegyi gyalogos trekkingös fények, de ott egészen fönn látszanak az emberek, hogy mozognak. Nem semmi. A helyzet jelentés az odalentről, hogy esik az eső Bovecben, tehát valószínűleg bemegyünk egy ilyen esőzónába. Valószínűleg nem lesz vihar egyelőre. Kis eső meg annyira nem gond. Most egyébként is az a célunk, hogy csak legurulunk és keresünk egy kempinget, és meglátjuk, hogy mi lesz a későbbiekben. Tehát mindenképpen ez a célunk. Most átjöttünk még, ott voltunk az előbb. Átjöttünk ide, mert ott nem volt kávé, csak itt. Gondoltunk, hogy gurulás előtt iszunk egy kávét, mert hát már annyira bőven fölértünk időben, hogy belefér az időbe. Elég komoly gurulás után, ezen az oldalon még nem gurultam, ugye? Trentába érkeztünk. Itt már van kemping, volt régen is. Viszont ez még nekünk nagyon messze van, úgyhogy megyünk tovább Bovec felé.
vagy Bovecben, vagy Bovechez közel szeretnénk majd kempinget találni. Alig vagyunk 600 méter fölött, ami azt jelenti, hogy 1000 méter szintet jöttünk. Fönt elég hűvös volt, úgyhogy kiöltöztünk elég rendesen a guruláshoz, de itt meg már mint az olvasztó kemencében olyan forróság van, úgyhogy gyorsan le is vettük a jackiket. Kisütött a nap. Nyilván ez egy ilyen napsütéses, átvonuló záporos, illetve már kiadták a figyelmeztetést, hogy heves zivatarok várhatóak a térségben, ami persze nem azt jelenti, hogy itt is, ahol vagyunk, de lehetséges. A forgatókönyv az, hogy délután fog beállni az idő ilyen esősre, de addig meg lehet, hogy minden oké lesz. Irgalmatlan nagy kerékpáros élet is van. Mindenki fel van készülve az esőre, de egyelőre senkinek sem szegi kedvét a közelgő viharos idő. Hát persze nekünk se, úgyhogy nincs gond. Megálltunk megnézni ezt a függőhidat, amit egyébként mindig meg szoktam nézni, amikor erre járok. Kimegyünk rá egy picit. Frankó. Jó, mi? Nem annyira bizalomgerjesztőek a lécek. Mozog az egész híd. A Szócsa elképesztő szépségű hegyi folyó. Felső folyása végképp nagyon vadregényes. Nem szabad elfelejteni azonban azt, hogy egyben véres és embertelen történések színtere is volt, bár a hírhette belső világháborús hadi cselekmények főleg délebbi szakaszain voltak jellemzők. A Szócsa olasz elnevezése, vagyis az isonzó, alig ha nem jóval ismerősebben is cseng a történelemben járatosabb emberek fülében. Persze, kiejtés hülyen inkább iszoncónak kéne ejteni. Túránknak elsősorban ugye sport célja van, ezért haladunk, kevés megállással haladunk. Elsősorban sport cél, ugye tekerés, rekorddöntés Csabinak, de hogy azért más is, ezért van az, hogy azért időnként megállunk persze. Meg ma is relatíve korán kempinget akarunk keresni, hogy megnézzük a továbbiakat. Bovecben akarunk megszállni. Most időnként kiemelkednek a hegyek mögül ilyen tornyos gomoly felhők. Az előbb egy olyan komolynak tűnt. Tényleg olyan vészjósló, de az meg elment valahogy a Vrisics irányába. Szemből is most emelkedik ki, nem biztos, hogy gondot fog okozni. Kinyílt ez a nagy völgy így Bovec előtt. Nem sokára odaérünk. Csaba épp azon mérgelődött, hogy nagyon kezdett tűzni a nap. Bekente magát. Erre elfették az eget a felhők. Közvetlenül Bovec előtt vagyunk. Csaba nyeregtáskája kicsit lóg, mert ugye abban volt mellény, kabát, ilyesmi, és aztán ugye onnan kellett kibányászni ezeknek a táskáknak, majd erre visszatérek majd később. Az egyik legfontosabb követelménye, hogy jól ki legyenek tömve. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem is szabad belőle kivenni semmit. Ugye ez egy elég érdekes szituációt eredményez. Tehát időnként kellenek belőle dolgok, és akkor most úgy nem pakoltuk vissza olyan igazán frankon, de még így is, hogy egy picit lóg meg,
Alig mozdul ki hátul, nekem teljesen meglepetés ez a táska, hogy ennyire kicsi a holt játéka. Bovecben vagyunk a Base Camp campingben. Megnéztük azt a másikat is, ami közvetlen ott fekszik a főút mellett, ahol már egyébként voltam, és aludtam 2012-ben. Csabának nem tetszett, szómiszó elég zsúfolt volt. Tény is valahogy volt árnyék, ami meg ebben a másikban nincsen nagyon, viszont nem vagyunk egymás hegyén hátán, és a nap egyébként sem fog sokáig ide tűzni. Úgyhogy emellett maradtunk, elég barátságos hely, hozzáteszem. Hát az tényleg kicsit ilyen szardiniás doboz jellegű volt. És akkor sátrat állítunk, ugye a klasszikus Saleva sátram van megint, mert hogy ez az egy két személyes sátram van. Tehát ez van megint nálam. Ez életem egyik legjobb sátra szerintem. Mert kibírt egy-két dolgot. És akkor ugye a belső sátor, a külsőt meg mindjárt föleszkábáljuk. És akkor utána, ha minden igaz, a jelszó Laskó, de ezúttal nem a város, mert hát azon is átjöttünk tegnap vonattal, de ott gyártják a Laskó pívót, és mi ezt fogjuk elfogyasztani. Ott. Jönnek-mennek a viharfelhők, de semmi nem esett eddig, még egy dörrenés se volt, de a radaron látszanak a zivatarok itt a környéken. Az előbb nagyon besötétedett, a hőmérséklet továbbra is nagyon magas, ezért úgy döntöttünk, hogy védő italt veszünk magunkhoz, és bevonulunk ide a kempingnek ebbe a tök jó kis kiülőjébe, ami ráadásul fedett, ha jön vihar, jön, ha nem jön, nem jön, minket nem érint már. Tervezzük a holnapi napot, ami keményebb lesz, mint a mai. Ma 65 kilométert mentünk, 1200 szinttel, így is terveztük, az első nagy alpesi hágója Csabinak, azt mondta, hogy ez így legyen most így ennyi, és akkor rápihenünk, tervezik a többieket, mármint a többi hágót, meg mászást, és azok viszont keményebbek lesznek holnap, egy ilyen kettős mászás lesz. A Mangart nyereg van tervben, illetve ugye ahhoz kapcsolódóan akkor átgurulunk Olaszországba, és meglátjuk. Na, már dörög is. Ellenben mi úgy döntöttünk, hogy pont most fogunk elmenni ebédelni a városba. Hát ez van, ez van. Itt hagytuk a cuccokat, ebben sétálunk, mert igazából egy kilométernél egy kicsit több, de negyed óra séta, ott a teljes felszerelés, biciklik letakarva, sátor behúzva, hát talán nem lesz semmi gond. Már megettük a kaját, még ittuk a sört, szakad az eső, mit tudunk tenni? Ilyenkor ilyen egy kerékpár. Egyfolytában szakad az eső, összességében már negyedik sört isszuk, és azon gondolkodunk, hogy most éppen egyébként alig esik, szóval az előbb úgy szakadt, hogy a hegyek sem látszottak. Most mutatom, hogy azért is kapcsoltam be a kamerát, mert most legalább van mit mutatni, nem csak ez a tejfehér esőfüggöny. Időnként így picit így abba hagyja, mint most, de aztán meg megint rázendít. De azon gondolkodtunk az előbb, hogy vajon mi lehet a sátorral. Lehet, hogy így visszamegyünk, és már nincs is ott, így elvitte a víz, vagy... Hát, reménykedünk éppen. Nem tudunk elindulni, mert egy körülbelül negyed óra séta, vagy negyed óra 20 perc séta, és nincs ennyi esőszünet, mert ha van esőszünet, akkor 2-3 perc. Csabával baktatunk vissza kempingbe, hát egy másfél kilométer kb. Egy pici esőszünet van, de a radar nagyon durvát mutat, meg az előrejelzés is. Tehát most van 4:48, este 10-ig lesznek nagyon durva viharok. 10, 10:30, 11. Most úgy döntöttünk, hogy egy ilyen rövidke szünetben megpróbáljuk, mert már nem tudjuk, hogy mi van a sátorral, mert özönvíz volt itt. Szabályos özönvíz.
A kaja az nagyon jó volt, tehát valami hihetetlen jó ez az étterem, nagyon kedves kiszolgálás. Nagyon szép kis pincérlányok, mindenki beszélt angolul, de most már azt akarjuk tudni, hogy vajon a cuccaink még mennyire szárazak. Ami szerencse, hogy igazából dry bag-ekből nem vettünk ki semmit, csak úgy beraktuk a sátorba dry bag-estül. Tehát hogyha a sátor rommázott, elvileg száraz ruha, meg száraz hálózsák még van. Csaba országúti cipőt hozott túrára, Luke pedállal, és most neki lett igaza ebből a szempontból, mert főhúzta csak a papucsot, úgy jött étterembe, én meg rommá áztattam a cipőmet, mondván, hogy ez túracipő, bicikli túracipő, de most Csaba nyert, előjött az előnye ennek a taktikának. Egyelőre jók a kilátások egyébként, mint a vihar is elmenne a város mellett. Mi nem kiabáljuk el, de hogy a sátorral mi van, arra kíváncsiak vagyunk, mert az kapott elég durván. Látszik, hogy a nap süti a Bovesztől északra lévő hegyeket. Itt van egy elképesztően nagy szivárvány. Hogy honnan süti a nap, arra még nem jöttünk rá, nyilván nyugat felől, mert mindjárt lemegy a nap. De nagyon szürreális látvány. Ezzel a nagy szivárvánnyal főleg. Hát hatalmas vihar volt, amit egyébként teljesen jól kihúztunk ott az étteremben. Mi maradtunk egyedül abban a kiülős részben. Oda toltuk a széket az egyetlen helyre, amit még megkímélt a vihar. Mindenki más bevonult a teljesen védett részbe. Hát egy jó két órás vihar volt, két és fél. Most már csak a sátorra mi van, azt nem tudjuk. Ez a kemping recepciója. Látszólag semmi nem változott. Látom a sátrunkat. Látom a bicikliket is így betakarva, de a kérdés, hogy... Jó van. A sátor még megvan. A belül mi van? Kapott rendesen vizet, az biztos. Száraz. Száraz? Minden? Minden. Akkor fasza. Még most is dörög az ég. Száraz. Jó. Biciklik is nagyjából szárazak. Jó van. Kiderült, hogy nem tökéletes a helyzet, azért szegény sátor az, hogy 20 éves, az már érezhető, és elég nagy vihart kapott most. Picit a tetején beázott, és becsöpögött. Viszont az előtérben lévő cuccoknak a 95% az teljesen száraz. A sátorban is egyébként, amiben van, az is 90%-ba száraz. Tehát jól vizsgázott, még mindig szegény, de hát, eljön mindennek a vége, előregedett. Valószínűleg a heggesztések, a varrások mentén, az minden sátornak a rák fenéje. Így 20 év után meg azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát nem 20, ez nem egészen igaz, 17 év út, 17, 16 vagy 17 év, most ezt kicsit túloztam a 20-szal. De körülbelül 17 éves ez a sátor, és... Hát ez van. Viszont még mindig nagyon durván faszán bírta. Látható is, hogy megáll a tetején a víz. Tehát, hogy itt nem... Igen. Nem ezen a részen. Itt a varrások mentén ment be szerintem a víz.
ahogy egyébként már számítottam is rá, hogy egy idő után meg fog történni. Hát ez van. Ez van. Még mindig bízni lehet azért benne. És van a sátor alatt egy fólia, hogyha megint elkezd nagyon durván szakadni, azt kihúzzuk és áttesszük a tetejére, és akkor megvan oldva. Komolyan mondom, én már most mondtam Csabának, hogy már érdekel, hogy mi van ennek a tetején.